Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. 8:05 már az óra, vár benneteket a Tóra. Jó estét kívánok, remélem mindenki meg fogja találni a feedet. Hamarosan rengeteg megbeszélni valónk van. Folytatjuk az Abbot traktátus negyedik. Működik a live, akkor ezek szerint itt van a drága nejem, hál' Istennek, úgyhogy itt van Sólyom Zsuzsa is. Még egy pár percet várunk, itt van Kati, szeretettel üdvözöllek, Kulcsár Tibor, remélem jól vagy, drága barátom, remélem minden rendben, Molnár Dani barátom is itt van. Rendhagyó helyszínről jelentkezem, igazából egy cseppet sem rendhagyó, mert sokat vagyok itt, csak a bejelentkezés szempontjában rendhagyó, a Vasvári Pál utcai zsinagógából. Ugye ma van Támuz hónap harmadika, Gimel Támuz, a Lubavicsi Rebbe jarcájtja, a Lubavicsi Rebbe halálozási évfordulója, és egy haszid, Farbrengenen, úgy hívják, hogy egy haszid, összejövetelen veszek részt, és majd innen fogok átmenni a Kerenorba, a Károly körútra, egy másik zsinagógába, egy másik összejövetelre. Szóval ma este bulizunk, már mint úgy bulizunk, hogy tartalommal. Tartalommal bulizunk. Oké. Okay. Most már majdnem 50-en vagyunk. Itt van Charlotte, itt van Orsi, Csaba, Rita, Szilágyi, Tomi, jó estét kívánok. Még vannak egy páran a kemény magból. Kósa Laci barátom, örülök, hogy itt vagy. Jéger Laci. Még vannak egy páran a kemény magból, akik hiányoznak, de igen, a nejem mondja, szép estét ezen az erős napon. Valóban Gimel Tamuz, egy fontos nap a haszid kalendáriumban, haszid naptárban. Azt kívánjuk, hogy a Rebbe emléke, a Rebbe a mennyországból segítsen bennünket, járjon közben az érdekünkben a Teremtőnél, és hozza el mi hamarabb a megváltást, amelyre oly nagyon várunk már, hogy vége legyen minden földi problémánknak végre. Jó estét kívánok, Aliz, Zoltán, Jenő, Tibor, mindenkinek szép jó estét kívánom. Örülök, Tibor, hogy holnaptól már otthon vagy, nagyon drukoltunk neked, hogy kikeveredj a kórházból, Teremtő adjon neked jó egészséget, bis 120 évig, és sok örömöt, boldogságot, mind fizikai, mind spirituális értelemben. Oké, tegnap egy nagyon érdekes misnát néztünk, az a negyedik fejezet 15. misnáját, Rabbi Jánai Omer. Nem tudom, remélem jól lehet hallani, egy kicsit közelebb megyek a telefonhoz, remélem jól lehet hallani. Azt mondja misna Rabbi Jánai Omer, azt mondja Rabbi Jánai, én bejadeinu lo mi salvat harasaim, ve af lo mi szorei hatszadikim. Nem tudjuk, hogy mi a gonoszok, mi annak az oka, hogy van, hogy a gonoszok ezen a világon jól megy a dolguk, és minthogy azt sem tudjuk, hogy van, hogy az igaz embereknek ezen a világon meg rosszul megy a dolguk. Ezek olyan dolgok, amelyeket mi nem tudunk felfogni. Ugye tegnap megkíséreltem három lehetséges magyarázatot adni arra, hogy miért lehet, hogyan is fordulhat elő, hogy gonosz embernek jól megy a sora ezen a világon, és igaz embernek nem megy jól a sora ezen a világon. Nem minden gonosz embernek megy jól a világon, félretésnesség. De vannak gonosz emberek, akiknek jól megy ezen a világon, és vannak olyan igaz emberek, akiknek nem megy jól a világon, ezen a világon. Szóval, hogy ez hogyan lehetséges, tegnap ezt feszegettük, ezt a témát, három különböző megoldást, vagy potenciális megoldást beszéltünk át. De hát a misna azzal kezdi, hogy én bejadeinu, nem tudhatjuk, nincsen az emberi, ugye, és ráadásul, tehát hogy nem tudhatjuk, hogy milyennek az oka, és ráadásul a misna ezt a különleges nyelvet használja, azt mondja, én bejadeinu, nincs a kezünkben az a tudás. Azaz, ez olyan dolog, amely az isteni birodalomhoz tartozik, az isteni logikának a része, nem pedig az emberi logikának a része. Oké. És Oké. Akkor a következő, a misna következő, ugyanennek a misnának a második része azt mondja, Rabbi Matia ben Harás Omer, azt mondja Rabbi Matia ben Harás azt mondja, Havé Magdim be Shalom Koladám, minden embert köszönts tisztelettel, minden embert köszönts békével, ve Havé Zanav Leárajot, és inkább legyél oroszlánnak a farka, ve Altia Rosh Lesualim, mint hogy legyél rókának a feje. Itt van a bátyám Dublinból, Ács Laci, szeretettel köszöntöm, már hiányoltam, Steven, Lili, Rész Péter, örülök, hogy itt vagytok, Gyuri, és így tovább. Szóval nézzük már, misna tulajdonképpen két gondolatot mond Rabbi Matia ben Harás. Az egyik az, hogy köszönts minden ember tisztelettel. Mindenkinek köszönj előre, lehetőleg. A Talmudban, a Megilla traktátusban van egy nagyon érdekes, majdnem fél oldalas értekezés arról, hogy
különböző talmudi rabbik, különböző talmudi bölcsek, hogy olyan sokáig éltek. Ugye voltak közülük, akik nagyon szép kort megéltek, 100 évet, 110 évet, 120 évet, így valahogy. És ugye az ókorban ez ráadásul tényleg különösen nagy dolognak számított. És itt van Pálmai Csabi, örülök, szeretettel köszöntelek. És azt kérdezi a Talmud, sokszor ezt a kérdést teszi fel a Talmud ezeknek a mestereknek, hogy a tanítványai kérdezték tőle, hogy ilyen sokat éltél? Minek köszönheted, hogy ilyen hosszú életű vagy? Ugye egy ilyen... A tanítványok csodálkoznak azon, hogy lehet, hogy ilyen szép kort él meg valaki. Ugye nem volt ez az ókorban, ne felejtsük el, ugye a közegészségügyi állapotok és a orvostudomány nem volt ilyen fejlett, mint most, szóval az emberek nem éltek olyan sokáig jellemzően, bár tovább éltek, mint a középkorban, ahol viszont a közegészségügyi állapotok tényleg botrányosak voltak, szóval annál még az ókorban is tovább éltek az emberek. De a tanítványok mindig így csodálkoznak, ugye? És a Talmud lehoz egy csomó példát arra, hogy különböző emberek milyen sokáig éltek. Ugye a Tórában van két micva, két parancsolat van a Mózes öt könyvében, a Tórában, amelyre azt írja a Tóra, hogy ha ezt a parancsolatot megtartod, akkor hosszú életű leszel. Az egyik ilyen parancsolatot talán mindenki ismeri, a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata, az 5. szám szerint. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Kabed et avicha veti mecha, lemán tarichuni a mecha. Hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Ez úgy tűnik, hogy a szülők tisztelete az egy olyan parancsolat, aminek a betartása a hosszú élet titka. Nem kell keresni az életvizét, meg az életfáját, meg a nem tudom milyen misztikus dolgokat. Nagyon egyszerű a hosszú élet titka. Tiszteld apádat és anyádat. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön. Ez nagyon érdekes, hogy a Tóra, és aztán majd mindjárt meglátjuk, hogy a rabbik is a Talmudban, amit említek, nem olyan tanácsot adnak a hosszú életre, hogy mit tudom én, sportolj sokat, táplálkozz egészségesen, ne idegeskedj, ne stresszelj, mit tudom én, menjen minden a futni, ne egyél szénhidrátot, meg ne egyél fehér lisztet, meg ne egyél cukrot. Nem ilyen tanácsokat mond a Tóra, hanem a Tóra mindig olyan tanácsokat mond, amelyek a spiritualitásban, az emberek mentális, lelki állapotában keresik a hosszú élet titkát. Ilyen az atya és a szülők tisztelete. A szülők tisztelete nem egy... Szóval, ha elmész orvoshoz, és azt mondja, megkérdez az orvost, hogy mit tudom, megkérdezel egy gastroenterológust, vagy valami hasonlót, megkérdezel, hogy mondja már, doktor úr, miként tudnék arról gondoskodni? Miként tudnék arról gondoskodni, hogy hosszan éljek, és akkor az orvos soha nem fogja neked azt mondani, hogy tiszteld apádat és anyádat. Az a legegyszerűbb módja annak, hogy hosszan éljél. Egy orvos nem fog neked ilyeneket mondani, hanem olyanokat fog mondani, hogy figyelj erre, figyelj arra, táplálkozzál így, mozogjál rendesen, ne stresszelj, ne használj mobiltelefon, mit tudom én, mindenféle tanácsokat fog neked adni. Egy másik micva a Tórában, amihez ez a, ami ezt a gondolatot, még egy micva van a 613-ból, amit a hosszú élethez köt a Tóra. Ez nagyon érdekes micva, egy nagyon ritka parancsolat, a 613 parancsolatok egyik legritkábbika, úgy hívják ezt a micvát, hogy Shiluach HaKen. Shiluach HaKen az azt jelenti, hogy a fészekből elhesegetett madár. Ugye azt mondja a Tóra, hogy ha látsz egy madárfészket, ahol a nőstény madár ül a tojásain, akkor hesegesd el az anya, ha meg akarod enni a tojását ennek a madárnak, természetesen kóser madárról van szó, már nem kóser madár tojását nem lehet megenni, szóval ha meg akarod enni ennek a madárnak a tojását, akkor előbb el kell hesegesed az anyukát, hogy ne lássa, amikor megeszed az ő által a tojott tojást, ugye tulajdonképpen az embrióját, a gyerekét, a majdani gyerekét. Nagyon, nagyon érdekes micva, és nem egy könnyen teljesíthető micva, azt kell mondjam, szóval nem egy nagyon könnyen teljesíthető micva, legalábbis nem a vadonban. A vadonban egy kicsit nehezebben teljesíthető, hogyha az ember tyúkokat tart, akkor talán egy kicsit könnyebben. Nagyon érdekes, egyszer meséltem az egyik talmudi bölcsről, akit úgy hívtak, hogy Rabbi Elisha ben Avuja,
Úgy hívták, hogy Elisha ben Avuja, ő Rabbi Meirnek, a korai misna első szerzőjének volt a mestere, Elisha ben Avuja, akit aztán később Achernek hív a Talmud azért, mert renegát lett és elhagyta a hitét, biztos emlékeztek, hogy beszéltünk ilyesmiről. Szóval Elisha ben Avuja akkor hagyta el a hitét a Talmud történet szerint, amikor egyszer látta, hogy van egy jámbor ember, van egy jó zsidó, aki próbálja teljesíteni ezt a parancsolatot, hogy siluachaken, hogy meg akarja enni a tojást, és ahhoz el kell küldeni a tojó madarat a fészkéből, és meg akar teljesíteni akart ezt a micvát. Ez ilyen ritka micva, mikor jön az emberrel szemben egy ilyen ritka micva, látott egy fészket, egy tojó, egy madár, ahogy a fióká, ahogy a tojásait költötte, és látta, hogy kóser a madár, gondolta, itt a remek alkalom, hogy teljesítsem a micvát, fölmászott a fára, leszakadt alatta az ág, és meghalt. Meghalt. És akkor Elisha ben Avuja, ez a híres rabbi, elhagyta a hitét. Megszűnt a hite. Azt mondta, hogy miféle tóra az, aki ad egy parancsolatot, és miközben a parancsolatot valaki jó szándékon igyekszik teljesíteni, aközben halálát leli, aközben meghal. Miként lehet az, hogy a tóra parancsol valamit, hogy csináld meg, és amikor te próbálod megcsinálni, hogy próbálsz Isten kedvében járni, ha úgy tetszik, akkor meghal. Jogos kérdés lehet egyébként, szerintem. Egy teljesen jogos kérdés lehet mindannyiunknak. Nem akarok kitérni, de el akarom mesélni azt, hogy a Lubavitchi Rebbe, a rebénk, akinek ma van a 26. halálozásának a 26. évfordulója, egy alkalommal a New Yorki, a Brooklyn Crown Heights negyedében található Chabad központban, a híres 770-ben a Eastern Parkway út 770-es száma alatt található Lubavitchi zsinagógában, a Lubavitchi központi zsinagógában, az a Chabadi központi zsinagógája. Ott egy alkalommal egy zsidó Jom Kippur napján a délutáni tóraolvasáshoz ment föl a Fritz szekrényhez, azt a megtiszteltetést kapta, hogy ő nyithatja ki a Fritz szekrényt, amikor kiveszik a tórát. Ő nyithatja ki a szekrényt, ahol a tóratekercseket tartjuk. És ez egy nagy megtiszteltetés, minden alkalommal nagy megtiszteltetés, ha az ember ilyen pozíciót kap, hogy ő nyithatja ki a tóraszekrényt, vagy hogyha őt hívják fel a tórához, a tóraszekrényt kinyitni egy nagy megtiszteltetés, különösen Jom Kippurkor, különösen a 770-ben, ahol a Rebbe is ott van, és szóval, hogy ennél nagyobb megtiszteltetés kevés van Chabad körökben. És ez a bácsi fölment, hogy kinyissa a tóraszekrényt, és szívrohamot kapott, meghalt. És a haszidok elkezdtek lelkesedni, amikor, ahelyett, hogy azt mondták volna, ugye, mint ahogy mondta Elisha ben Avuja a Talmudban, hogy lehet az, hogy az ember próbál csinálni egy szép dolgot, próbál csinálni egy parancsolatot, próbál Isten kedvébe járni, és erre meghal. Hát micsoda dolog ez? Milyen Isten az, aki ilyet csinál? Ugye mondta Elisha ben Avuja, és akkor elvesztette a hitét a talmudi történet szerint. De a Lubavitchi haszidok nem ezt gondolták akkor, amikor ez az idős bácsi szívrohamot kapott, és meghalt, mikor kinyitotta a tóra szekrényt, hanem azt gondolták az emberek, hogy ha már meg kellett halnia, ha eljött az ideje, hogy meghaljon, az égben úgy rendelték, hogy most meg kell halnia, van-e annál nagyobb megtiszteltetés, hogy Jom Kippurkor hal meg a 770-ben, mikor kinyitja a tóra szekrényt. Tehát ennél nagyobb megtiszteltetés nincs is. Szóval teljesen más, ugyanez a gondolat, de teljesen más megközelítésből. Nem azt mondja, hogy micsoda Isten az, aki megöl valakit, aki éppen a kedvébe próbál járni, hanem pont ennek az ellentétjét mondja, hogy egy micva teljesítése közben, egy isteni parancsolat teljesítése közben halt meg, hát ennél nagyobb tisztesség, ennél nagyobb megtiszteltetés alig ha jöhet az emberrel szembe. Egy teljesen más megközelítés. Na most visszatérve erre a két micva, ugye? Tehát akkor ott tartottunk, hogy van két ilyen micva a Tórában. Az egyik a szülők tisztelete, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyen a földön. A másik a siluach haken micvája, az a micva, hogyha meg akarod enni a tojást, ami fölött éppen kotlik a tojó madár, akkor el kell küldened az anyamadarat a fészkéből, hogy ne lássa, amikor a gyerekét
megeszed. Hasonló a micva a kommentátorok szerint, mint egy másik micva a Tórában, a ne főzd a gödőjét anyja tejében. Ne főzd a gödőjét anyja tejében. Ez a saját anyának a tejében nem szabad megfőzni a marhát. Ebből tanuljuk ki, ebből a micvából egyébként, hogy egyáltalán nem eszünk teljes húsossal együtt, de ez egy teljesen más lapra tartozik, hogy hogyan tudjuk ebből az öt szóból kitanulni azt, hogy nem eszünk teljes húsossal együtt. Most tegyük is egy picit félre, de maradjunk egyelőre abban. Azt írja Ácsolc, hogy a Lubavicsi Rebe követői a Tel Avivi környéki sivatagban állítólag felépítették New York-i otthonának az utolsó tégláig. Ez így van. Nem az sivatagban, hanem Tel Avivtól körülbelül 20 kilométerre, Kfar Chabad nevű faluban. Az a neve a falunak, hogy Kfar Chabad, azaz Chabad falu. És ott Lubavicsi haszidok laknak. Én nagyon sokat járok oda, nagyon szeretem azt a kis helyet, nagyon jó hangulata van, és közel van ahhoz egy faluval arrébban a rokonainktól, akikhez rendszeresen járunk, amikor Izraelbe vagyunk. Normális esetben Covidon kívül évente kétszer-háromszor, és Kfar Chabadban fölépítették a 770-nek a teljes mását, tökéletes mását a Rebe szobájával, a Rebe íróasztalával, a könyvekkel, szóval minden teljesen rekonstruálva van, nagyon szép. Ha akarjátok, majd fölteszek egyszer képeket ide a blogra, de csak hogyha külön kéritek, biztos, hogy nem fogok ezzel... Oké. Most. Igen, tehát két ilyen micva van a Tórában, ami a hosszú életet ígéri. Az anya a szülők tisztelete, és a másik ez a madár elküldése. Most a Talmudban, ahogy említettem, a Talmudban sokszor a tanítványok megkérdezik a mesterüket, hogy hogy ilyen sokat éltél, minek köszönheted a hosszú életet, és azt is mondtam, hogy egyik se azt válaszolja, hogy egészségesen táplálkoztam, jól sportoltam, vigyáztam, nem stresszeltem, stb. Hanem mindenki nagyon furcsa válaszokat ad. Az egyik válasz, amit ad valaki, az egyik rabbi azt mondja például, hogy soha nem kértem senkitől még hogy egy széket se. Szóval én vagyok a tanház rabbia, sok száz tanítvánnyal, sok tucat tanítvánnyal, és senkitől nem kértem, még egy tanítványomtól sem kértem semmit az életemben. Nem kértem tőle semmi szívességet, hogy hozzál nekem egy széket, hogy hozz egy pohár vizet, semmi ilyesmit nem kértem. Nagyon érdekes, hogy ebben látta ez a rabbi a hosszú életének a titkát, hogy nemhogy nem volt rászorulva senkire, hanem amikor nem volt rászorulva valakire, akkor nem is viselkedett úgy, mintha rá lett volna szorulva valakire. Azt mondja, Ali, szeretnék látni a képeket. Jó, fel fogok tenni, Isten segíteni, nem felejtem el. Igen, a 770 Eastern Parkway, teljesen oda, mondom, teljesen rekonstruálva van a ház, föl van írva, ugyanaz, Oel Yosef Yitzchak, ugye minden föl van írva oda, Oel Lubavitch, föl van írva az egész, pont úgy néz ki, hát most nem szakítom meg az előadást, itt van a telefonomban egy pár fénykép, hogy ott állunk az épület előtt szerintem éppen tavaly nyáron, vagy lehet, hogy két évvel ezelőtt, már nem emlékszem. Jó, tehát ez például az egyik ok, amit a rabbik mondanak, az egyik rabbi mond, hogy miért... Van egy másik, hogy miért élt ilyen sokat. Egy másik rabbi például azt mondja, hogy soha életemben nem volt olyan, hogy valakinek ne én köszönnék előre. Nagyon érdekes. Sose várta meg, hogy előre köszönjenek neki. Mindig ő köszönt előre. És egyébként azt mondja a Talmud, hogy még nem zsidóknak is. Ugye most Babilóniában járunk, időszámítás után körülbelül 400-ban, amikor hát szóval nem volt olyan liberális a társadalom, mint most, és mindenki megpróbálta, a zsidók megpróbáltak inkább maguk között létezni, és ez a rabbi azt mondja, hogy azért éltem ilyen hosszú időt, mert soha életemben nem vártam meg, hogy nekem köszönjenek előre, mindig én köszöntem előre mindenkinek a piacon. Szóval ment az utcán, és mindenkinek jó reggelt, nyilván nem New Yorkban lakott, vagy egy Budapesthez hasonló metropoliszban, hanem egy olyan faluban, ahol kevesebben vannak, de soha nem várta meg, hogy neki köszönjenek előre. Ez nagyon fontos egyébként, mert nem ezt várnánk egy nagytudású rabbitól. Egy nagytudású rabbitól azt gondolnánk, ugye, hogy olyan tisztelet övezi, hogy mindenki előre köszön neki, amikor megy az utcán. És ő nem élt vissza a tisztelettel. Szóval a tiszteletet jó célra, vagy nemes célra használta, nem élt vissza vele. Nem gondolta azt, hogy ő feljebb való azért, mert nagyobb a tudása másoknál. Ilyen és ehhez hasonló példákat mond a Talmud. A hosszú élet titkára. Nagyon érdekes egyébként, de bárhogy is legyen, akár az a két tórai micva, amit mondtam, a kibudav eim, a szülők tisztelete, vagy a siloach haken, a
fészekről való madár elküldése, bármilyen, vagy pedig a Talmud által hozott példák, mint hogy nem köszönt senki előre, vagy nem kértem soha senkitől semmit, és így tovább, bármilyen legyen, mindig olyan példát mondanak, ami spirituális, nem pedig valami fizikai. Tehát tök érdekes, hogy nem egy fizikai okot keresnek soha, hanem mindig valamilyen spirituális okot keresnek. És azt mondja Rabbi Matya ben Harás, azt mondja, Havé Magdibe Shalom Koladám, mindenkinek köszönj előre. Ne várd meg, míg neked köszönnek. Hogy ez a szerénységnek a szerénység bizonyításának egy nagyon nemes formája. Amikor az ember ha jól emlékszem, Nixon volt az az elnök, ugye Nixon elnök, az Egyesült Államok elnöke Nixon, a Watergate botrány miatt kénytelen volt lemondani az elnökségről, és néhány évvel később készítettek vele egy televíziós interjút. Azt hiszem Nixon volt ez az elnök, de most nem esküszöm meg, talán Nixon. És akkor készítettek vele egy televíziós interjút, és megkérdezték tőle, hogy mi hiányzik a legjobban neki az elnökségből. Mi az, ami a legjobban hiányzik? És akkor azt mondta, hogy amikor bemegyek egy szobába, és a katonai zenekar nem kezdi el játszani az All Hail the Chief. Nem kezdi el játszani azt a katonai indulót. Szóval, amit mondani akart Nixon, az, hogy azt hiányzik neki a legjobban az elnökségben, amikor bemegy egy helységbe, akkor nem állnak fel az emberek úgy, mint amikor elnök volt. Te vagy az amerikai elnök, amikor belépsz egy helységbe, akkor mindenki föláll természetesen, ugye? A filmekben is látjuk, hogy ez így történik. Mert a pozícióval jár egyfajta kóved, a pozícióval jár egyfajta tisztelet. Nixon szerette ezt a kóvedet. Nixon kifejezetten ezt a kóvedet hiányolta. Ez volt, ami a legjobban esett neki az elnökségben. Az a hatalom, amivel bírt, az, hogy az emberek tisztelték, az emberek felnéztek rá, mert ő volt az elnök. A Mishnának a pont ellenkezőjét tanítja. A Mishna azt mondja, Havé Magdim Shalom Koladám, mindenkinek köszönj előre. Mindegy, hogy ki vagy. Lehetsz te Nixon, lehetsz te az amerikai elnök, lehetsz te a főrabbi, lehetsz te a leggazdagabb ember, lehetsz te Bill Gates, vagy Warren Buffett, vagy Mark Zuckerberg, vagy lehetsz te tök mindegy kicsoda. Havé Magdim Shalom Koladam. Mindenkinek köszönj előre. Ez embernek egyfajta alázatot, egyfajta szerénységet ad, hogyha előre köszön. És ahogy említettem az előbb, ez összefüggésben van a hosszú élettel, ugye? Hiszen az egyik rabbi azt mondta, hogy azért élt ilyen hosszú életet, úgy gondolja, hogy azért élt ilyen hosszú életet, mert soha senki nem köszön neki előre, ő nem várta meg, míg mások köszönnek neki, mindig ő volt az első, aki köszönt. Nagyon érdekes példája a szerénység bemutatásának, a szerénység bizonyításának. És a másik dolog, amit mond Rabbi Matya ben Harás, ő azt mondja, hogy hevé zanablára jót, váltié rosle sualim. Inkább legyél oroszlánok farka, mint rókák feje. Ez is nagyon érdekes, hogy ugye két, ennek sok vetülete van ennek a gondolatnak egyébként, sok applikációja van a mindennapi életben ennek a gondolatnak, hogy inkább legyél utolsó a jók között, mint első a rosszak között. Ez amit a Mishna szeretne mondani. Inkább legyél utolsó a jók között, inkább kullogj hátul a cádikok, az igaz emberek között, a jó emberek között, de tartozz bele abba a közösségbe, még akkor is, ha hátul vagy, még akkor is, ha nem te vagy a legigazabb, a leg, nem tudom, nagyobb tudós, és így tovább, de még akkor is beletartozol ebbe a csoportba, semmint vezetője a rosszaknak. Semmint a rosszak csoportjának az élén járni. Ugye ennek számos oka lehet, minden bizonnyal az egyik ok, hogyha az ember jó, olyan társaságban van, ami jó emberek társasága, még akkor is, ha ő hátul kullog ebben a társaságban, az a tény, hogy ezekkel az emberekkel van, hogy korábban beszéltük, a szociális behatás, a környezet hatása az emberre, az igen erős, és a jók bandájában, a jók között lenni, a jók csoportjában lenni, még akkor is, hogyha hátul kullog az ember, az akkor is motiválólag hat az ember, az akkor is példamutató, szóval példát lát az ember maga előtt, és ez motiválólag, ez inspirálólag hat rá. Ezzel szemben,
Ha rosszak társaságában, ha te vagy a vezér, az biztos nem jelent semmi jót. Először is a társaság lefelé fog húzni téged, lefelé fog húzni. Másosorban, ha te vagy a rossz társas, te vagy a gonoszok vezére, az még akkor is, ha vezér vagy, még akkor is, hogyha elől jársz, akkor is rossz ügy, rossz cél érdekében jársz elől. Ugye éppen ezért például pedagógiában helyesebb, hogyha az ember egy magas színvonalú iskolába küldi a gyerekét, még akkor is, ha a gyerek nem fog az élbolyban teljesíteni, mint sem, hogy egy rossz iskolába küldjed, egy alacsony színvonalú iskolába küldjed, ahol a gyerek esetleg kiemelkedően jól teljesít. Azért, mert a példa, amit maga előtt lát, az mindenképpen vonza az embert. És hogyha a példa, amit maga előtt lát, az jó emberek csoportja, az jó emberek gyülekezete, az inspirálólag fog rá hatni, ha pedig rossz emberek, az is inspirálólag fog rá hatni, csak a rossz irányba, a rossz céllal és a rossz motivációval. Inkább legyél oroszlán farka, mint róka feje. Ez nagyon érdekes, ahogy megfogalmaz ezt a Mishnah, ezt egyébként nagyon mély gondolata. Az emberi lélek, az emberi psziché mélységét foglalja össze. Vagy a pedagógia egy fontos alapelvét foglalja össze a Mishnah egy ilyen rövid kis félmondatban. Okay. Most nézzük meg a 16. Mishnah. Adifliot katán bénhak dolim, mea serga dol bénhak taním, írja Zinger Zsuzsa, pont így. Jobb kicsinek lenni a nagyok között, mint nagynak lenni a kicsik között. Ugyanezt mondja Mishnah, csak egy ilyen költői képpel, hogy inkább legyen az oroszlán farka, mint a rókák feje. Azt mondja a 16-os Mishnah, Rabbi Jákovon, mert azt mondja Rabbi Jákov, ha olám az-e, ez a világ do mele prozdor. Ez egy folyosóhoz hasonlít, bifné olám abá, ami a túlvilág előtt van. Hát kenac mach be prozdor, kidej se tikanesz litráklin. Készítsd fel magad a folyosón, annak érdekében, hogy majd belépj a trónterembe. Azt mondja a Mishnah, Rabbi Jákov, azt mondja a Mishnah, hogy ez a világ, ez egy átmenet. Erről korábban beszéltünk már, hogy ez a világ milyen módon egy átmenet, ugye? Van a lelkek országa, a lelkek birodalma, ahova a lelkünk lejön, erre a világra beköltözik egy fizikai testbe, itt vagyunk ezen a világon, élünk 70-80-90-120 évig, majd halálunk után a lelkünk visszakerül ugyanoda, ahonnan volt. Tehát ez a világ, ez valóban egy átmenet, hogy a lelkünk visszakerül megint a lelkek dimenziójába, a lelkek országába. Ez a világ valóban egy átmenet a lelkek országa között. Ha úgy tetszik, egy kitérő ez a prozdor, ami arra szolgál, hogy az embert felkészítse a túlvilágra. Amit majd fogjuk látni a következő Mishnahban, a 17-es Mishnahban, hogy Rabbi Jákov, ugye annak is Rabbi Jákov a szerzője, és Rabbi Jákov pont nem azt mondja, hogy szóval ne értsük félre ezt a Mishnát, ez nem azt jelenti, hogy a túlvilága fontos, és ez a világa kevésbé fontos. Erről is már sokat beszéltünk. Ugye a zsidó filozófia úgy tartja, hogy ez a világ fontos, fontosabb, mint a túlvilág. Ugye mi nem az üdvösségre blazírozunk, mi nem az üdvösségre játszunk, mert Isten azért hozott le minket a lelkek országából erre a fizikai világra, mert valami célja van velünk. Máskülönben hagyta volna oda a lelkünket, hiszen oda fog visszatérni majd később. Tehát az egésznek semmi értelme nincsen, hogyha itt ezen a világon nincs nekünk valami célunk, amit Isten elvár tőlünk, amit meg kell cselekedjünk. Akkor fölösleges volt ez az egész balhé. Fölösleges volt ez az egész fáradozás. Maradhatott volna ott a lelkünk a spirituális világban, honnan jött. Ha pusztán az a cél, hogy oda visszakerüljünk. És mégis ez a világ olyan, mint egy átmenet, mert ez a világ, ez egy fizikai világ. Ez a világ, ez nem ér föl spiritualitásban a másik világgal, de mégis a Teremtőnek ezen a világon van velünk célja. Máskülönben nem tett volna ide le bennünket.
Hogy ez, amit nagyon sokan elmulasztanak, vagy nagyon sokan eltévesztenek, és azt gondolják, hogy ezt a világot csak túl kell élni, csak teljen az idő, csak túl kell élni, és majd az igazi üdvösség az majd a túlvilágon van. Egy túrót. Ezt a világot nem túl kell élni, itt a világnak minden perce, minden napodnak, minden hetednek, minden hónapodnak és minden évednek rendkívüli jelentősége van, mert a legfontosabb perc az életedben, a legfontosabb pillanat az életedben, ez a mostani pillanat. Ez mindig a mostani pillanat. Az időt nem lehet visszaforgatni, az elvesztegetett időt nem lehet visszacsinálni, nem lehet visszaszerezni. És az elvesztegetett időnál nincsen szomorúbb dolog a világon, hiszen hogyha abban hiszünk, hogy az létünknek van értelme és van célja, akkor az elvesztegetett idő az nem azt a célt szolgálja, nem az a célhoz vezet. Innentől kezdve az elvesztegetett idő az a legszomorúbb dolog a világon, mert egy potenciális, egy lehetőség volt, egy potenciál volt, amit nem sikerült beteljesíteni. Márpedig a kiaknázatlan, ugye, hogy szoktuk mondani, a kiaknázatlan tehetség, ugye, hogyha valaki tehetséges és nem kezd a tehetségével semmit, annál szomorúbb dolog nincs a világon. Az sokkal szomorúbb, mintha valakinek nincs is tehetsége. Drága barátaim, ma egy ilyen rövidített órát tartott, mert most délután íma van lent itt a zsinagógában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Csütörtök van, úgyhogy legközelebb vasárnap este találkozunk. Vasárnap este 8 órakor találkozunk, aztán persze hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön. Kedden, szerdán és csütörtökön Mádról fogok bejelentkezni, mert oda megyünk pihenni a családdal is jövő hét szombaton, nem most szombaton, az azt követő szombaton, ott lesz egy sabaton, egy szép rendezvény, ahol ha valaki el tud oda jönni, az tiszta haszon, mert velem is találkozhat, és én is fogok tartani ott előadást. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még egyszer mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és használjuk ki ezeket az utolsó perceket, Támusz hónap 3-án, hogy valamilyen pozitív dolgot, valamilyen spirituális jót tegyünk a Rebe érdemében, a Rebe nevében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, szép estét mindenkinek!